Halálos baleset történt tegnap délután a Pest megyei Táborfalván. A település egyik kis utcájában közlekedett egy személyautó, amikor a jármű sofőrje elütött egy gyalogost. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy miért lépett le szabálytalanul a férfi az úttestre. A 64 éves helyi lakos azonnal belehalt sérüléseibe. A 44 éves nő helyszíni információink szerint minden szabályt betartva közlekedett a településen járművével.